kedves nézőinket! Kérem, tekintsék meg az elmúlt hetek történéseiről készült összefoglaló adásunkat. A járványhelyzet kissé átalakította az iskolai közösségi életet. Az már megszokottá vált, hogy reggel belépéskor testhőmérséklet mérés van, és maszkot kell hordanunk a közösségi terekben. A tanítási órák 40 percesek, és minden szünetet kint a szabadban töltünk. Nincsenek délutáni foglalkozások, elmaradnak a diákolimpiai sportversenyek, de a tanulmányi versenyek már átálltak online üzemmódba. A kenguru matematikai verseny tavasszal elmaradt fordulóját október közepén írhatták tanulóink. Megyei forduló eredményei alapján Tóth Martin 1., Szent Kuti Kisörs 14., Pap Johanna 18., Varga András 20., Brucker Márta 22., Maklári Nóra 5., Barica Johanna 13., Turkó Blanka 18., Maklári Flóra 14., Bunevác Mihály 14., Barica Zoé 20. helyen végzett. A magyar nyelvű versenyt a napokban írták, így eredményünk még nincs. Szabadtéren tartható versenyeken részt vettek tanulóink, akik a sportegyesületüket képviselték. Zajlottak a foci meccsek, és futottak az atléták is még. Még éppen meg tudtuk tartani a pályaválasztási napot, ahol kicsiknek előadások voltak osztálytermenként, a nagyoknak interaktív anyagok az online térből. Központi pályaorientációs tesztet töltöttek ki a 8-os tanulóink, melynek segítségével támogatást kaptak a továbbtanuláshoz. Folytatódnak az orvosi, fogorvosi, védőnői szűrések is. Utolsó tanítási napon osztályonként néztük meg az 56-os emlékműsort az iskolai archívumból. Az iskola területén lévő fák lombkoronájának ritkítását is elvégezték, de sajnos a tujákat már nem tudták megmenteni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a jövő havi viszontlátásra!